történelmi megállapodással ért véget az ENSZ párizsi klímacsúcsa. A dokumentum aláírásával 195 ország, köztük az Amerikai Egyesült Államok, Kína és India vállalja, hogy jelentős mértékben csökkenti a károsanyag kibocsátást. Több mint 1 milliárd ember nehezen jut ivóvízhez, percenként több hektárnyi erdőt vágnak ki, és a fosszilis energiahordozók kitermelése is rombolja a környezetet, ezzel egy időben pedig vészesen fenyeget a globális felmelegedés. A jelenlegi környezetszennyezés szintje már fenntarthatatlan, mitől előbb-utóbb egy újabb, de másfajta migránsválsághoz is vezethet. Ami a klímaváltozás migránsait illeti, menekültjeit illeti, sok százmillió lesz a következő 10-20 évben, akik azért fogják elhagyni a földjüket, a hazájukat, mert egyszerűen vagy sivatag lesz ott, vagy egyszerűen minden évben olyan szélsőséges időjárás lesz, ami ahhoz vezet, hogy ugye árvizek, különböző földrengés. A helyzet orvoslására a párizsi klímacsúcson kereste a választ a 195 résztvevő ország. Bár a tervezetnél egy nappal később, de végül elfogadták minden idők egyik legfontosabb dokumentumának a szigorított változatát. A globális klímavédelmi egyezmény értelmében vállalták a hőmérséklet növekedés 2 Celsius fokra történő mérséklését. A megállapodás kiirdetését óriási taps követte. A párizsi klímamegállapodással kapcsolatos dokumentum kapcsán látom, hogy pozitív a hangulat. Nincs ellenvetés, így a párizsi klímamegállapodást elfogadottnak tekintem. A megállapodás másik fontos eleme, hogy a világ vezető hatalmai vállalták, hogy 2020-ig évi 100 milliárd dollárt fordítanak éghajlatvédelmi célokra. Konkrétan ebből finanszíroznák a kevésbé fejlett országok klímacéljának elérését és a klímaváltozás által sújtott országok kártalanítását. Az összeget 2020 után tovább emelnék. A dokumentumból az is kiderül, hogy 2018-tól 5 évente fogják vizsgálni, hogyan állnak az országok a káros anyagok kibocsátásának a csökkentésével. A megállapodás egyben esélyt ad arra, hogy 2050-re a fosszilis energiahordozókról megtörténjen az áttérés 100%-ot megközelítő megújuló energiára, ez pedig akár a 1,5 Celsius fokos felmelegedési küszöbértéket is tartani tudná.